Olyan dolog fog történni, ami még eddig soha a Brawl Stars történetében nem sokára érkezik egy új láda, és én most nem csak azt fogom nektek megmutatni, hogy hogyan fog kinézni ez az új láda, hanem hogy milyen lesz, amikor kinyitjuk, illetve ezen kívül rengeteg nagyon durva, exkluzív információval érdekességgel készültem nektek, amit csak nálam láthattok, úgyhogy mindenféleképpen érdemes lesz velem tartani. Illetve ha máskor sem akarsz lemaradni ezekről az érdekes információkról, akkor nagyon megköszönöm, hogyha feliratkozol a csatornámra és megnyomod a csengőt, valamint ha tetszik a videókon, nagyon megköszönöm, a jelzed azt egy like illetve elküldöd haverjaidnak is, hogy ők sem maradjanak le róla. Tudjátok, december 22-ig a cél a 100 ezer feliratkozó elérése, úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek, aki segít ebben. Na de nézzük is meg azokat a líkeket, információkat, amiről a szuperszeles kreatorok nem beszélnek, mivel nem beszélhetnek. Egy kiszivárgott információ szerint nem sokára új tereptárgyak várnak a játékba, akár már a következő update-kor, ez már elméletileg benne van a játék fájaiban. Láthatunk egy 3-as, egy 2-es és egy 1-es tereptárgyat, az egyik egy négyzet alakú, a másik egy kör alakú, a harmadik pedig egy fal szerűség, ami eléggé magasnak és eléggé vastagnak tűnik. Szóval én arra következtetnék, hogy ez valamiféle magas, vastag fal lesz, amit mondjuk nem lehet áttörni, vagy nem lesz olyan könnyű áttörni, illetve mondjuk a dobálósok sem feltétlenül tudnak fölötte átdobálni. A másik két tárgy az nagyon-nagyon különleges, mintha valami gombok lennének, vagy nem is tudom, de erre nem nagyon van ötletem, hogy ezek esetleg mit tudhatnak, de az biztos, hogy új tereptárgyak érkeznek majd, amiket akár mi is tudunk a map makerben használni, illetve amik akár majd ugye új pályákon is elhelyezkedhetnek. Írjátok le kommentben, hogy szerintetek mit fognak ezek pontosan tudni. Illetve érkezik majd egy nagyon érdekes új pálya is, elméleti szinten. Ugye ezek nem százszázalékos információk, de eléggé valószínűek ez a pálya nagyon-nagyon furán néz ki, és nyilvánvalóan ez nem egy átlagos sódán map, vagy valami hasonló lesz. Ez egy különleges játékmód lesz, egy robotos játékmód. Látjátok a három játékosnak a leszpónolási helyszínét, és majd különböző robotok fognak velünk szembe jönni ezen a nagyon furcsa úton, és nekünk őket le kell győznünk, és nyilvánvalóan, hogyha legyőzzük minden robotot, egy bizonyos időn belül mondjuk, vagy nem tudom, hogy pontosan hogy lesz ez, de a lényeg, hogy egy robotokat kell majd legyőzni, és ha legyőzzük őket, akkor tudunk majd nyerni. Valószínűleg ez egyébként egy ilyen hétvégi játékmód lesz, és valószínűleg csak idéglenes, de a pálya, legalábbis az egyik pálya ebben a játékmódban az valahogy így fog kinézni. Elég komolynak néz ki, az biztos. Illetve még nagyon érdekes szerintem is, amiről Lex is beszélt, egy superseles content creator. Az nem más, mint hogy a Supercell Store ugye már megnyílt, és például Clash of Clans-es dolgokat lehet rendelni a hivatalos Supercell boltból, illetve most megérkezett a HD is, tehát most már HD-es termékeket is hivatalosan lehet rendelni, valószínűleg nem olcsón, de elérhető már ez is a Supercell store -ban. és nagyon érdekes, hogy láthatjuk, hogy a Brawl Stars az coming soon, tehát hamarosan érkezik, szóval nagy valószínűséggel nem olyan sokára lehet már Brawl Stars-os termékeket is hivatalosan rendelni eredeti es termékeket, ugye nyilván elérhetőek az interneten különböző helyekről, különböző Brawl Stars-os cuccok, de azokból egyik sem igazi, mármint hogy egyik sem hivatalos, tehát egyik sem magától a supercell van, ezek pedig eredeti szuperszeles termékek amiket eddig csak kisorsolni tudtak content kreatőrök és soha nem lehetett hivatalosan vásárolni, úgyhogy valószínűleg ez a funkció is meg fog érkezni nem sokára, és lehet majd rendelni Brawl Stars-os cuccokat is, ami nagyon-nagyon király. Nyugodtan írjátok le kommentbe, hogy ti milyen Brawl terméket szeretnétek rendelni, hogyha megnyílik majd ez a funkció, illetve bármelyik hírről, információról nyugodtan írjátok le a véleményeteket a komment szekcióba, kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok. Na de, most jönnek a még érdekesebb dolgok, és emlékezhetünk rá, hogy még az előző broltokban mondták nekünk, hogy lesz valami másik fajta módja is annak, hogy megszerezzünk brólereket azon kívül, hogy kinyissunk ládából, illetve hogy könnyebb lesz eldönteni, hogy pontosan milyen brólert akarunk megszerezni és hogyan, és a játék fájjaiban különböző hackerek találtak egy Recruit Road nevezetű ilyen kis ablakot, mint ahogy látjátok is, ott a fejlesztő pontok mellett helyezkedik el, és elméletileg itt lehet könnyebben megszerezni szerezni majd karaktereket, amiket nem feltétlen kell ládából kinyitni. Viszont sajnos sokak vágyaival ellentétben ez nem egy XP ród, hanem valamiféle Recruit tokent kell majd gyűjteni, illetve lesz valami romantik Coin-szerűség is elméletileg, amiket tudunk majd beváltani ezen a bizonyos ródon, és tudunk majd gyűjteni különböző karaktereket. Nyilván mivel ennyit tudunk, ennyi szivárgott ki, és ugye ezek sem 100%-os információk valószínűek, ezért nem nagyon tudjuk még azt kitalálni, hogy pontosan ez mi lesz, mivel nyilván ez még azért elég sokára lesz, hogyha a következő update-ben akkor is még mondjuk legalább egy hónap múlva a tél folyamán, szóval nem tudjuk biztosra, hogy pontosan itt miről van szó, viszont valamit gyűjteni kell majd, valamiféle tokeneket, recruit tokeneket, amiket akár lehet, hogy a pesszel lehet majd szerezni, de az is lehet, hogy ládából lehet esetleg nyitni, illetve a játék fájaiban pedig találtunk pár olyan információt, hogy recruit road, chroma Chromatic Shop, illetve Unlock, itt valami szám, illetve More Chromatic Brawlers, tehát több kromatikus brawler, ami azt jelenti, hogy valamiféle Chromatic Shop is lesz a játékban, ezen a Recruit Roadon kívül, ahol még több kromatik karakter tudunk majd valahogyan megszerezni, akár lehet, hogy régebbi kromatik karaktereket is könnyebb módon, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez pontosan mi lesz, és ezekből a tokenekből, vagy ezekből a chromatic coin cuccokból lehet majd megszerezni különböző karaktereket, tehát akiket esetleg nagyon-nagyon szeretnénk megszerezni, nem feltétlenül kell majd kinyitni, mert ugye most már elég sok karakter is nagyon nehéz lenne pont azt kinyitni, akit szeretnénk, hanem meg lehet szerezni ilyen más módon is. Viszont arról szó sincsen, hogy a ládákat kivegyék a játékból most már. Ugye régen még így elsőre, amikor megtudtuk ezt, hogy valahogy máshogy is meg lehet majd szerezni karaktereket, szóba került az is, hogy lehet, hogy a ládák kivételével fog ez az egész járni, és továbbra is lehetséges az, hogy valamelyik ládát esetleg kiveszik a játékból, viszont az össze láda megszűnjön, az azért lehetetlen, mivel érkezni fog egy új láda a játékban, amiről már biztos többen hallottatok, ugyanis az előző úgy úgymond félig meddig be is mutatták, hogy ugye Derielre érkezik a Megabox Deriel skin után egy Omegabox Deriel skin is, amiről nagyon-nagyon sokan arra következtettek, hogy egy Omega Box nevű láda, ami hasonlóan néz ki, mint ez a Daryl skin, szintén érkezni fog majd a játékban, és ugye azt is mondták a Brawl hogy decemberben lesz egy nagyon fontos bejelentés ezzel az Omega Box derillel kapcsolatban, igazából valószínűleg magával az Omega box kapcsolatban, amikor egy nagyon-nagyon fontos bejelentés keretein belül elmondják majd nekünk valószínűleg, hogy beérkezik ez az új láda is a játékban, hogy pontosan miket fog tudni tartalmazni ez a láda, vagy miket lehet majd belőle nyitni. Azt természetesen nem tudjuk még, viszont, hogy a láda hogy fog kinézni, azt már elég egyértelműen láthatjuk, nem csak a Derlsz skin formájában, hanem már képként is kiszivárgott a játékon belüli fájlokból is, hogy hogyan nézhet ki ez a láda. És itt nem csak a láda kinézetéről beszélek, hanem magának a ládának a kinyitási képernyőéről is. Láthatjuk, hogy itt van maga az Omega Box, ami szerintem rettentően jól néz ki, illetve maga a tény is, hogy végre egy új láda érkezik a játékban, ami még soha nem történt meg, tehát nem is csak hogy hosszú idő után, hanem először a Brawl Stars történetében megtörténik egy ilyen dolog, amire már nagyon-nagyon régóta várunk, és nyilván eltölt kíváncsisággal is az, az egész, hogy vajon mi a szar lehet ebben a ládában, vagy esetlegesen mit, lehet bele szerezni tulajdonképpen. De a lényeg az, hogy a screen maga, amikor kinyílik az Omega Box, vagy mielőtt kinyitjuk az Omega Boxot, az valószínűleg így fog kinézni. Tehát egy ilyen sötét piros bordó háttérrel láthatjuk majd ezt az Omega Boxot tulajdonképpen. Illetve érdekes, hogy talál láttunk egy gemet is ugye az Omega Boxon, ami akár arra is engedhet következtetni, hogy ebből a ládából végre újra gemeket is szerezhetünk majd és szintén nagyon érdekes, hogy azon a bizonyos roadside mapen elrejtették már nekünk az Omega Boxot. Már a legutóbbi előtti broltokban bemutatták ugye ezt a roadside mapet, hogy mik is fognak érkezni majd a későbbi update ilyen óvatos utalásokkal, és láthatunk itt egy ládát, valamint mellette itt a zöld gemeket, illetve ezt a sárga ilyen felvillanás szerűséget, ami szintén az Omega Boxra utal, szóval teljesen egyértelmű, hogy már itt is Elrejtették nekünk tulajdonképpen már itt is adtak nekünk utalásokat a későbbi új ládának a beérkezésére. Úgyhogy érdemes lesz majd a későbbiekben is ezt a roadmapet alaposan figyelembe venni, mert ahogy látjuk, itt is a vasúti kocsik is ugye szintén a mostani update-re utaltak, szóval sok-sok minden van még ezen a roadmapen, valószínűleg sok-sok nagyon fontos utalás is van még rajta elrejtve, majd a későbbi update-ekkel kapcsolatosan. Viszont az biztos, hogy sok dolog még nem végleges az Omega box kapcsolatban, ugyanis ha megnézitek, kiszivárgott egy videó is, hogy hogyan nyitjuk ki az Omega box tehát milyen lesz maga az effektus, amikor kinyílik, és itt viszont ugyanaz a szokásos kék háttér van az Omega box szóval az a vöröses háttér az lehet csak, amikor mondjuk állakoljuk, vagy nem is tudom, hogy pontosan mikor jelenhet meg, viszont itt láthatjuk, hogy szintén a kék háttérrel található meg maga az Omega Box, illetve van egy rövid kis videó jelentés is róla, de van egy rövid kis videó jelenet is arról, ahogyan valaki kinyitja úgymond ezt az Omega Boxot, egy ilyen nagyon menő sárga felvillanás van az Omega Box kinyitásakor, és hogyha ebben a pillanatban megállítjuk a videót, akkor látjátok, hogy ezek a sárga ilyen effektusok voltak megtalálhatóak itt a roadmap is, szóval tényleg egyértelmű, hogy már ide is az Omega Box volt elrejtve a legújabb láda a játékban. Szóval ahogy már említettem, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy pontosan mit is tudhat majd ez a láda, hogy kell elképzelni, hogy mennyivel lesz jobb, mint a Megabox, mert szerintem mondanom sem kell, hogy már ha ránézünk, akkor is látjuk, hogy valószínűleg ez a leges-leges legjobb láda lesz a játékban, tehát a hogy Megaboxhoz képest is egy egyen jobb, egyen menőbb neve van, hogy Omega Box. tehát szerintem tudja, hogy ez egy rohadt jó láda lesz, viszont hogy pontosan mit tud majd tartalmazni, mennyivel lesz így gyengébb a Megabox, illetve a többi láda, esetleg valamelyik láda kikerül a játékban, játékból ennek köszönhetően. Azt még egyelőre nem tudjuk, viszont nagyon-nagyon várom már azokat a pillanatokat, amikor megtudjuk, hogy pontosan mit fog tudni ez a láda, illetve azokat a nyitásokat, amikor omega boxokat nyithatunk majd az első új ládát a Brawl Stars-ban, úgyhogy tényleg írjátok le mindenféleképpen, hogy mit gondoltuk az Omega Omegaboxról, szerintetek milyen lesz ez a láda, mit tartalmazhat majd ez a láda, illetve hogy nektek hogy tetszik így elsőre, és hogy örültök-e neki, hogy új láda fog érkezni majd 99% valószínűséggel a Brawl stars -ba, ami ugye így fog kinézni, és az Omega Box nevet fogja viselni. Úgyhogy ugye erről decemberben kapunk majd valami friss infót, valami bejelentést, nagyon-nagyon várom már. Hogyha ti is várjátok, illetve tetszett a videó, akkor nagyon megköszönöm, ha nyomtok egy lájkot, like illetve feliratkoztok, hogy ne maradjatok le a későbbi érdekes tartalmakról sem, illetve a csengőt is nyomjátok be a feliratkozáson mellett, hogy kapjatok értesítést, hogyha valami új, friss infót töltök fel nektek. Remélem, hogy tetszett a videó, remélem, hogy érdekes volt számotokra. Nagyon köszönöm, hogy elküldték a videót haveroknak, ismerősöknek is, hogy ők sem maradjanak le, illetve nagyon köszönöm, hogy itt voltok velem ebben a mai videóban is. Ha szeretnétek még érdekes brawl tartalmakat látni, akkor ide a meg is találtok párat, illetve itt fel tudtok iratkozni, ha esetleg még nem vagytok. Köszi a figyelmet még egyszer srácok, találkozunk legközelebb is. Hunter voltam, szevasztok!